Urbán Orsi és Kolman Gábor a hazai jazz élet kiválóságai. Számtalan formációban játszanak külön-külön és együtt is. Orsi a Zeneakadémia jazz tanszékén és a Bartók konziban is tanít éneket, Gábor pedig emellett hazánk első számú professzionális big bandjének, a Budapest Jazz Orkesztrának az igazgatója. Házasuk és két kislányuk van. I know too well that I'm just wasting precious time. I'm thinking such a thing could be that you could ever care for me. I'm sure to hate to hear that I adore you, dear, but grant me just the same. I'm not entirely to blame. You'd be so easy to love, so easy to idolize, all others above, so burst the yearning for, so sweat to keep every fire burning for. We'd be so granted a king, so carefree to get it and it. Future with me, oh, 'cause you'd be oh, so easy to Nem véletlen, hogy művész házaspárt hívtunk meg a mai Kult 30-ba, viszont szándékos, hiszen most van a házasság hete. Amíg Gábor és Orsi helyet foglalnak, addig én elmondom, hogy nagyon örülök, hogy ezt a nótát hoztátok. Azért a zene, az van olyan misztikus dolog szerintem, mint a szerelem. És lehet, persze vannak exakt tájékozódási pontok, ritmus, ütem, előjegyzések, nem tudom, de hogyha nem tudtok együtt rezegni, akkor nem működik az egész, vagy nem olyan, csak úgy, mint a szerelem. Meg gondolom azért a ti kapcsolatotokban fontos helyet, vagy hát fontos helyet tölt be a zene. Hát igen, vagy úgy mondjam, a zene révén ismerkedtünk meg, de egyébként ez szinte egy kicsit ősbemutató volt, mert így még ebben a felállásban nem nagyon játszottunk, ezt nem tudom, hogy bevallhatom-e, de nagyon sokszor voltunk már színpadon közösen is, meg hallgattuk is egymást, úgyhogy biztos, hogy ez a kapcsolat van és él, hogy oda-vissza működik ez a zene, meg a magánélet. Igen, hát nem csak profi jazzzenészek vagytok, hanem profi házasok is most már egy jó ideje. Így van. Még az első mondatot folytatnám, hogy az a misztikus a szerelemben és a zenében, hogy mitől jó. Tehát hívhatjuk rezgésnek, meg bárminek, de tényleg van benne egy kis misztikum. Ezt megérzi az ember, hogy ki az, akivel passzol, és ki az, akivel nem. Hát igazából
Mi is volt a kérdés? Hát, tulajdonképpen így a szerelem és a zene misztikumát próbáltam valahogy összekötni, de nagyon jól mondta Orsi, hogy ez egy ősbemutató volt, mert én ugye viccelődtem itt az elején adáson kívül azzal, hogy rátok kerestem, hogy ezt játszottátok-e már valahogy így együtt, és nem, viszont egy egész Cole Porter songlist lepörgött. Ja, nagyon jó hír. Azt, imádom ezeket a szövegeket. Azt nem vállaltuk be még soha, hogy az Orsi zongorázik, és gondoltuk, hogy ez ilyen alkalom a legjobb, hogy ezt kipróbáljuk. Tehát nyilván rengeteget játszunk együtt, de ilyen még nem volt, hogy az Orsi zongorázik, és én szaxofonozom. Ha már a közös formációkról van szó, azért van itt több közös vállalás, vállalkozás, többek közt gyermek, aztán vannak egyéb zenei gyermekek, formációk. Én azt gondolnám, hogy egy művész házaspárnál, ahol nem ugyanazon a hangszeren játszik mondjuk mindkét házaspár, sőt egy ilyen szerencsés felállásban vagytok, hogy énekes is van a csapatban, azt gondolom, hogy megcsináljátok a közös zenekaratokat, és akkor az le van tudva. De nálatok nem így van. Hát nem tudom, hogy ez direkt volt-e vagy nem, mert hogy lehet, hogy nagyon megunnánk egymást, ha egész nap együtt lennénk, mert azért így is van egy közös munkahelyünk, ahol együtt tanítunk, ha bár nem nagyon találkozunk ott, mert nem is egy napon vagyunk szinte. De tulajdonképpen szerintem ez nem volt tudatos, tehát van olyan, amiben közösen szerepelünk. Én nekem van zenekarom, kisebb is, nagyobb is, amiben természetesen örülök, ha Gábor is játszik, és állandó tagja. A Gábor ugye a Budapest Jazz Orchestrát vezeti, és ott is sokszor vendégszerepelek, aminek szintén nagyon örülök, de szerintem azért jó így, hogy van külön saját színpadunk is, amikor mindenki a saját dolgát csinálja, és nem feltétlenül vagyunk annyira egymásra utalva. Igen, szerintem, ugye szokták is mondani, hogy a hosszú házasság titka az, hogy keveset találkozik az ember. Jó, nem akarom erre kiérezni, de egyébként ez tényleg jó, hogy ugye amúgy együtt vagyunk állandóan, a zenében alkalomszerűen találkozunk, akkor az mindig egy ilyen extra dolgot hoz ki. Például most hamarosan lesz egy olyan alkalom, ami eddig még nem volt. Van egy Queen produkciónk, és most egy romániai turnéra megyünk, hamarosan a Rei Jazz Fesztivál lesz ennek a csúcspontja. Április 3-án pénteken, és az Orsi fogja énekelni a Queen számok egyharmadát, a Kocsis Tibi és a Csordás Levente mellett. Illetve én nemrég csináltam egy lemezt a Révisz Rihárd kollégámmal, és a Gábor sokszor vendégünk, és avval is lesz most ebben az évben egy 20 állomásos ilyen, hát koncertsorozat, hogy így mondjam, aminek ráadásul, hát igen, de azért nem mertem ezt mondani, mert oktató jelege is van, és iskolákhoz megyünk, és ennek külön nagyon örülünk, hogy a gyerekekkel személyesen találkozunk, és az élő zene varázsát is hirdetjük. És bocsánat, még egy, amit az elején mondtál, nagyon fontos, igen, van két gyönyörű, fantasztikus lányunk. No, még csak egy gondolat, és aztán be kell, hogy fejezzük, mit szerettek a legjobban egymás zenéjében? Vagy zenei nyelvében. Hát nekem könnyű, akkor mondom én. Hát az Orsinak gyönyörű a hangja, és azonnal beleszerettem a hangjába is. Úgyhogy én nekem olyan bonyolult feladatom nincs. Hát próbáld te megmondani. No. Én azt szeretem nagyon, hogy a Gabi játszik, és ezt az első perctől kezdve attól függetlenül, hogy improvizáció, tehát soha nem ugyanolyan, de mégis valahogy mindig tudom, hogy az ő vagy nem, és mindig nagyon, nagyon szeretem, mert valahogy olyan nagyon, nagyon egyéni. Nagyon szépen köszönöm, sok hosszú, boldog évet és jó zenélést kívánok nektek. Örülök, hogy jöttetek ma hozzánk. Köszönjük szépen.